Sziasztok, Norbi vagyok a Play Store-ból, és ebben a videóban a Nintendo Switch-ről fogunk beszélni, mégpedig arról, hogy melyik konzolt választ, ha Nintendo Switch-et szeretnél vásárolni. Ha Nintendo Switch-et szeretnél vásárolni, akkor kettő lehetőséged van, van a klasszikus Nintendo Switch, illetve a Nintendo Switch Lite. Nézzük, hogy mit kell tudni általában a Nintendo Switch-ről. A Nintendo konzolja egyébként egy ilyen hibrid konzol, ugye ez a Nintendo Switch. Tehát tudod használni asztali konzolként is, a dokkolóba berakva, a tévén láthatod a játékot, nagy képernyőn, és akkor tudsz vele játszani. Viszont ha el szeretnél menni, vagy vinni szeretnéd magaddal, akkor annyi a dolgot, hogy kiveszed a dokkolóba a Nintendo Switch-et, rápattintod a joy és már is a Nintendo Switch képén találod a játékot. Nincsen átmenet, hogy kapcsolt ki, meg kapcsolt be. Nem, kiveszed, és a tévéről beleugrik ide a kép. Tehát varázslat. Egyébként zseniális, nagyon jó. És akkor tudod használni. Tudod használni, hordozható konzolként is igazából tök jó viheted magaddal az élményt. A Nintendo Switch Lite-nak az a különlegessége, hogy nem lehet tévére kapcsolni, tehát ő csak egy, egy hordozható konzol. Ha szeretnéd lecserélni a Nintendo 3 d edet 2 akkor mert szeretnél mondjuk újabb és jobban kinéző játékokkal játszani, akkor a Nintendo Switch Lite a te választásod, ha neked nem fontos egyébként, hogy tévé tudjál játszani. Ha fontos a tévé, és fontos az is, hogy utána tud vinni, akkor Nintendo Switch-et kell vásárolni. Aki Nintendo Switch-et vásárol, az olyan egyedi élményeket fog kapni, hogyha azokat az egyedi élményeket is megvásárolja, mint például a Nintendo Labo, ahol gyakorlatilag kartonpapírból építed meg a játékot, és, és egy, egy, egy nagyon jó szórakozás, ami, ami az építkezésből a legókat tényleg megszégyenítő használati utasítással végigvezet az egészen, több órán keresztül, és a végeredménye annyira meglepő, hogy, hogy bele kell tenned a joy meg talán a Nintendo Switch-et is néhányba, ugye a horgászós játék, van egy pecsabotod és a Nintendo Switch-en láthatod, hogy hova dobtad a horgot, hol jár, halad fogtál e vagy építesz egy kormányt, vagy VR szemüveget építesz, tehát zseniális olyan élményeket kapsz, amit tényleg máshol nem. Például a, a Ring Fit Adventures, ahol, ami egy, egy fitness játék. Egy edzős játék, ahol kapsz egy, egy karikát, egy különleges kontrollert, amiben belepatintod a Joy-kont, másikat a combodra föltűzed, ahhoz is kapsz cuccot, és akkor a, azt kell tétni, húzni, Googleni, meg, meg hasprést csinálni, meg tartani, meg nyomni össze-vissza és akkor úgy haladsz előre a játékban, hogy közben az, a, a, az edzettséged megváltozik, tehát növekszik a, a, az állóképességed. Hát hihetetlen. Illetve, hogy a nintendós játékok... A nintendós játékokat is megkapod, tehát van Zelda, Mario, amennyire a szem ellát, Mario Odyssey, Mario Kart, Mario Tennis, Mario Party, Super Mario Smash Bros., Luigi Mansion 3, Mario 3D All Stars, úgyhogy lesz itt minden, kérem szépen. Illetve ugye ott az Elda, amit említettem az elején, ami gyakorlatilag eladta a gépet. Nintendo Switch-et választasz, akkor választasz egy olyan könyvtárat, amit tényleg sehol máshol nincs. Vannak olyan játékok is, amik nem Nintendo játékok, teljesen nyilvánvalóan, tehát tudsz játszani, van Need for Speed, a legújabb Need for Speed, például a, 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 remaster, kijött egy Nintendo Switch-re is, de ha megnézed a, a könyvtárat, akkor van Just Dance, Just Dance, Arena of Valor, van Fortnite is természetesen, és az új megjelenések közt ilyeneket is láthatsz, hogy Monster Truck Sniper Elite 4, a 3 is van, rá egyébként Hát olyan játékok is vannak, amik tényleg sehol máshol, és nem is lesz sehol máshol. Van FIFA is, igaz, hogy nem olyan, mint a többi gépen, de egymás ellen fifázni nagyon-nagyon jó. Nézem az összes, az összes játékot, Rayman Legends is megjelent rá, Mario Rabbids Kingdom Battle, hát ez zseniális, az megvettem. Van Minecraft is, Assassin's Creed, ugye a Rouge és a Rogue és a Black Flag is van, meg a három, és van még egy csomó olyan játék, ami, ami, amivel lehet, hogy már nem ülnél le mondjuk egy PC elé, de Nintendo Switch-en így hordozható módban nagyon jól elszórakozol. És én ezért is szeretem nagyon a Nintendo Switch-et. A másik pedig, ami egy ilyen nagyon komoly fegyvert, egy a Tetris 99. Ami egy Tetris Battle És ez sehol nincsen máshol. Tetris Battle a, ami, amihez, hogyha leülsz, és vagy picit fogékony vagy rá, akkor órákig ott ragasz, vagy a Mario 35, ami egy Mario-s Royale, ami szintén órákra odaragaszt a gépernyő elé, és viszed magaddal és nyomod. Úgyhogy hihetetlenül jó. Free-to-play játékokat említettem, ugye? Fortnite, Warframe van rajta, Arena Valor, az is van rajta, úgyhogy van néhány ilyen free-to-play játék, és a Fortnite lényeg az, hogy van. És tudsz a Fortnite-tal bármi más ellen játszani, tehát, tehát a többi, még akár telefonos társad ellen is tudsz játszani, illetve a többi konzolos ellen is tudsz, illetve PC-s ellen is tudsz játszani Fortnite-ot Nintendo Switch-ről, illetve Nintendo Switch Lite-ról is. Nintendo Switch online előfizetés létezik-e? Igen, létezik. 1500 pár száz forint havonta és azért kapsz Nintendo Entertainment System, illetve Super Nintendo Entertainment System, Famicom és Super Famicom, ugye a Super Nintendo meg a Nintendo-s játékkönyvszállat, amit havonta bővítenek. Ezek 8 és 16 bites játékok, egészen régiek, 90-es évek, közepe, eleje, 80-as évek, vége beli játékok. Nagyon jó egyébként kipróbálgatni őket, van amelyikkel azért elég sokáig el lehet játszani jó pofa, retro élmény, ezeket kapod, illetve ugye tudsz online játszani. Online tudsz fifázni, online tudsz, tudsz splatoonozni, Mario kartozni, online játékokkal így tudsz játszani. Igazából én azt gondolom, hogy, hogy ennyi, amit a Nintendo Switch-ről mondanom kell. Tehát aki szeretne euh, tévén is játszani, illetve el is akarja vinni néha a Switch-et bárhova, akkor az Nintendo Switch-et vegyen. Akinek viszont egyáltalán nem fontos a TV, az vehet Nintendo Switch Lite-ot ezt mindenki el tudja dönteni magától, hogy mennyi az, amit tévén játszik, vagy monitoron, mert monitorra is rá lehet kötni, hogy HDMI kábellel, és, és igazából ezt el tudja dönteni mindenki magának, hogy a felhasználói szokásai milyenek. Lehet hozzá rendes kontrollert is kapni, nem kell joy konnal játszani mindent, van is róla a videó, hogy én milyen kontrollereket választok, illetve a link ott lesz a leírásban, és akkor meg tudod nézni, hogy a Nintendo Switchhez mik vannak, milyen kiegészítők vannak. A Mario Tennishez van ilyen teniszütő, meg a Mario Karthoz van kormány. Nyilván nem kötelező ezeket megvenni, de, de opciónak, opciónak azért, azért ez is teljesen jó. Van, azt van valami zumbás játék is. Tehát nagyon sok minden van, olyan, ami tényleg nincsen máshol. Fitness, boxing. Tehát, hogy, hogy, hogy tényleg még az edzés, edzésben is tart. Hogyha bekapcsolod. Szóval ennyit szerettem volna mondani Nintendo switch hiszen két lehetőséged van, és ez a két lehetőség ez nagyon élesen elhatárolódik egymástól, hiszen ha akarsz tévén játszani, ezt veszed, ha nem, akkor a másikat veszed, illetve hogyha szeretnél a tévén is játszani, de nem akarod ugyanazt a konzolt kibe tenni, akkor, akkor veszel egy, egy Nintendo Switch lite is, hiszen nagyon sokan így, így vannak, hogy, hogy van egy Nintendo Switch otthon, az az otthoni konzol, és akkor a Nintendo Switch Lite-ot megviszik. Ha tetszett a videó, akkor like lájkot, illetve iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj le az extra tartalmakról, és legközelebb találkozunk egy tök jó videóban nyilván. Jó, szevasztok!